Üdvözletem mindenkinek itt újra, Gred! Mai napon az Ogvape Intake Dual RT8 fogom bemutatni. Ugye ez Mike Vapes és Ogvape-nek a közös gyermeke. Úgyhogy most nem is húzom tovább a szót, nézzük meg, hogy mi van benne magában a dobozban, és hogy hogyan épül föl maga az RT8. Most itt is lenne maga a doboz. Ugye egy stainless steel verziót kaptam készhez. Mike Vapes és Ogvape felirat, illetve az Intake RTA Dual felirat található meg a dobozon. Ogvape Official Instagram, Facebook és ogvape.com. Ogvape.com? Ogvape? Ogvape.com? Na, hátulján nézzük meg, hogy miket találunk. Elég sok minden van benne. Van ugye maga az Intake Dual RTA, egy bubis üveg, amit jelenleg is használok, 4 darab csavar, 1 darab imbuszkulcs, 2 vatta, 2 előretekert coil, 1 használati útmutató, 1 warranty card és 1 vágó segéd. Lényegében annak a lényegére nem jöttem rá lényegében. Ez szép magyaros volt, köszönöm szépen mindenkinek. Na, nézzük meg, hogy mi van benne magában a dobozban. Ugye itt legelőször található meg ugye a leírása, hogy hogyan épül föl, hogyan néz ki maga az RTA. És lényegében ennyi. Két oldal, nem olyan sok. Belül található a warranty card, ugye ami általában mindegyikben van, Ogvape Warranty Policy. Itt belül ugye található meg, ezt gyorsan kinyitjuk, jól van. Mondjuk ezt minuszolom, hogy ilyen kis zacskóban van benne. Lehetett volna valami normálisabbba is. Ugye itt van benne az imbuszkulcs. Vannak hozzá a tömítőgyűrűk. Van hozzá maga a vatta. Ugye mindenki eldönti, hogy milyen fajta vattát szeretne hozzá használni. És 2 előre tekert coil. Ugye ez egy klepton coil szerűségnek tűnik, mivel az is. Itt már egyből bele is szorult a csavar. A kis csavarokat, azokat nem szedem ki, ott alul látjátok úgy is, hogy az is benne van. Ezeket gyorsan visszapattentolom. Úgyné, össze is lett csomagolva. Itt belül található a sima üveg, mert ugye én a bubisot használom, illetve a vágó segéd, ami nem tudom, hogy pontosan, hogy hogyan működik, mert még nem is használtam. Gondolom át kell csúsztatni, és akkor így le tudod vágni nyugodtan a végét. Vagy valami hasonló. Nézzük meg magát az RTA-t. Ott alul található ugyanúgy a Mike Vapes, illetve az Ogvape-nek a felirata. Felül egy 8-10-es drip tip. Mert azért elég vastag. Itt a levegőző nyílás. Legelőször amúgy a levegőző nyílása az eléggé szorult. Mostanra kezdett már jó lenni, úgyhogy mielőtt használjátok, azelőtt egy kicsit nedvesítsétek be, és úgy már könnyebben fog forogni. Viszont a liquid beömlő nyílását azt egy kicsit megvariálták, hogy lefelé kell nyomni és úgy elcsavarni. Tehát lenyomod és úgy csavarod. Biztos gyerekzáros. Úgy, és ugyanúgy vissza. Így megfordítom, gyorsan szétszedjük. Itt, ahogy láthatjátok, ugye az az én coilom, amit beletekertem. Kicsit nehézkes megtekerni ugye a kettő
gondolom plusz levegőző nyílás miatt kicsit elég érdekes meghúzalozni, mert nem tudsz olyan kényelmesen oda nyúlni. Ugye ez dual, de én single-be használom, és inkább single-be ajánlom is. Ugye ez egy leak-proof verzió, tehát nem folyik szóna széllyel semmi, hogyha mondjuk szarul vattázod meg, vagy valami hasonló dolog történne. Úgyhogy lényegében ennyi a tanknak a bemutatója. Most jöjjünk felülre, és elmondom a plusz és a negatív véleményemet róla. Nos, vissza is értünk felülre. Ezt szeretném nektek mondani, a pozitív és a negatív hozzálátásomat. Milyen szavakat tudok ma itt kibocsájtani magamból. No, a negatív része a húzalozás. Annál a plusz résznél, ugye, amit láttatok, hogy így fölfelé áll, attól nagyon nehézkes meghúzalozni, viszont minden fáradalmat megér, mert maga a felépítése az nagyon jó. A liquid beömlő részét, ugye az a plusz gyerekzár, azt se értem, az is fölösleges szerintem rá, de minden esetre magának a tanknak a felépítése nagyon gyönyörű, nagyon jól néz ki, és valaki mondta nekem, hogy te mindig csak jókat mondasz. Te miért vagy ilyen? Jaj! Azért mondok jókat, igaz, hogy már le lett tiltva az emberke, azért mondok csak jókat, mert csak jó. Zeus X-et lehúztam, mert nekem nem tetszett, ennyi slusszpassz. És ami jó, az meg jó. Ennyi. Nincs mit variálni ezen. Ez is egy tökéletes kooperáció, ugye az Ogvape és Mike Vapes között. Hú, de angolos volt ez is. No, szóval ennyi lett volna ez a bemutató. Ez volt az Intake RTA Dual bemutatója. Köszönöm szépen az Ogvape-nek, hogy szponzorálja a csatornát még mindig. Így is, hogy ilyen ritkán vannak ilyen bemutató videók. Úgyhogy találkozunk legközelebb. Én Gred voltam, szevasztok! Gred, van itt minden ecigi, meg live-ok a videó után, nyomjásupot mellé egy like-ot. Gred, megérkezett, jöhetnek a nézők. Itt a Gred, itt a Gred, itt a Gred. Gred, van itt minden ecigi, meg live-ok a videó után, nyomjásupot mellé egy like-ot. Gred, megérkezett, jöhetnek a nézők.